Mai alkalommal a karmikus kapcsolatokról szeretnék veletek beszélni. Sziasztok! A nevem Fanni, és az Anomé programnak vagyok az egyik oktatója. Az Anomé program egy erős hatású, gyakorlatokkal foglalkozó, dolgozó módszer, ami segít a testi, lelki és szellemi egyensúlyba kerülésben, tisztulásban, fejlődésben. Ha érdekel, úgy érzitek, hogy érdekel benneteket ez a program, akkor a videó alatt található linken megtaláljátok a honlapunkat, és tájékozódhattok bővebben rólunk. Karmikus kapcsolatok. Karmikus kapcsolat nagyjából minden kapcsolatunk, ha kicsit tágítjuk ezt a témát. És én azért gondoltam erről beszélni, mert nagyon sok mindent lehet hallani, olvasni, nagyon sok kifejezés kering interneten is, lelkitársakról, lélektársakról, lélekpárokról, ikerlán kapcsolatokról, lélekcsaládról, karmikus kapcsolatokról. Nagyon-nagyon-nagyon sok minden van kinn a világban, információként. Ami pedig az emberek életében a megfigyelésem szerint megjelenik, az, hogy újra meg újra bele tudnak ütközni nehézségekben a kapcsolataik terén. És illetve újra meg újra vannak olyan találkozások, amiket az ember esetlegesen nem tud hova tenni. Érzi a nehézségét, érzi a fontosságát, és mégse tudja, hogy mit kezdjen vele. Alapvetően, ahogy a videó elején is említettem, nagyjából mindenkivel volt valamilyen karmikus történetünk, akivel az életünk során összefutunk. Nyilván az, hogy ez milyen mélységű, mennyire megdolgozott, mennyire érint minket mélyen, az, abban vannak különbségek, mert lehet, hogy valaki mellett, most csak itt egyszerűsítek, elmegyünk az utcán, és egymásra mosolygunk, és az egy jó érzést ad, az nyilván nem egy mélyreható és az életünket mélyen befolyásoló történet. Inkább nyilván azok az érdekesek, amikkel az ember kicsit küzd, illetve amik egy olyan kérdés elé állítják, hogy, hogy mit is cselekedjek abban a helyzetben. Én azt gondolom, hogy mindegyik ilyen találkozás egy óriási lehetőség. Egy óriási lehetőség arra, hogy az ember önmagában a szeretetet választva egy még nagyobb teret tudjon adni a fénynek és a szeretetnek. És itt most nem arra gondolok, hogy most mindenképpen annak a kapcsolatnak az emberi nézőpontból nézve meg kell valahogyan valósulnia. És nem arra a szeretetre gondolok, amelyik egy kicsit ebben az oda-visszacsatolásban létezik, hanem arra, amikor az ember mielőtt cselekedne, egy kicsit visszahúzódik magába, és megfigyeli azt, hogy mi az, ami az akkori állapotának megfelelően talán a legjobban tudná a helyzetet, a másikat és önmagát is szolgálni. Mi az, amit abban a helyzetben a legtisztább lényéből fakadóan ott akkor meg tud tartani, meg tud lépni. Azért azt az érzést gondolom mindannyian ismeritek, amikor találkoztok valakivel, és van egy ilyen, kicsit egy ilyen hype-olt öröm az emberben. Tehát ilyen, ez az, amikor így valakit akár ismeretlenül meglátunk, és így van ez a hirtelen öröm effektus. Ha ilyenek vannak, akkor lehet tudni, hogy ott az egy már egy régebbi szál, egy régebbi történetről van szó, és oka van a találkozásnak.
Én most már azt csinálom, hogy amellett, hogy mindig nagyon hálás vagyok és lelkes, és tényleg örül a szívem, azért mindig tényleg egy kicsit leülök, és hagyom, hogy hasonl rám a találkozás, de közben figyelem is magamat. Figyelem magamat, hogy mindenképpen a legtisztább minőségemből tudjak abban a helyzetben kapcsolódni. És mióta erre odafigyelek, azóta én azt figyeltem meg, hogy kevésbé van ezeknek a történetnek egyfajta rángató hatása. A rángató hatás alatt én azt értem, hogy amikor az ember átéri ezt a hirtelen örömöt, azért a karmának van egy olyan hatása, hogy az embert egy kicsit bábként mozgatja a világban. Amikor az még úgy friss, és úgy nem... Tehát van egy ilyen behúzó hatása, hogy ott abban a helyzetben nem mindig az ember nem tud mindig szabadon cselekedni. Az én tapasztalásom szerint. És ezekben a... És hogyha az ember viszont arra odafigyel, hogy egy kicsit nyugodtabban megfigyelje önmagát, akkor ezek a helyzetek nagyon szépen le tudnak csitulni, és tényleg meg lehet azt az önmagunk szabadságát őrizve azt az átjárót találni, amivel ez a történet leginkább és legkönnyebben megtalálja a helyét az életünkben. Visszatérve a videó elejére, ugye itt nagyon sok információ van a világban. Én nem tudom, hogy ez pontosan hogy van, hogy ki a lelkitárs, lélektárs, van-e olyan, hogy ikerláng, van-e, tehát hogy vannak ezek a kapcsolódások? Én egy dolgot figyeltem meg, hogy vannak bizony nagyon erős szálak, amikre így emberiből nagyon nehéz rálátni. Érezni lehet, és a történet súlyát is lehet érezni. Én azt gondolom, hogy ezek a szálak akár milyen történetet hordozzanak magukban, akármilyen feladat elé állítanak is minket, mindig nagyon nagy lehetőségek, és mindig a határtalan szeretetről szólnak. És igazából ezek a szálak, ezek a kapcsolódások, ezek az emberek óriási értékek. Tisztában vagyok azzal, hogy ide nem mindig könnyű eljutni. Én is megküzdöttem azokért a történetekért, azokért az emberekért, azokért a szálakért magamban, akikkel úgy igazán mélyen dolgom volt. És nyilván nem mindig az a történet vége, hogy az ember életében mindenki mindenáron benne marad. Nem is ez a lényege a dolognak. A lényeg az, hogy egyre nagyobb teret nyerjen bennünk a nyugalomnak az a formája, amikor az ember el tudja fogadni. El tudja fogadni a másikat, a másiknak az életfázisait, a sajátját is, és megnyugszik abban, hogy ez a szál, ez egy érték, ez a szál, ez a szeretetről szól. És hogyha ezt próbáljuk az ilyen történetekben megtalálni, akkor én úgy érzem, hogy mindenképpen a fejlődésről tud szólni egy-egy ilyen találkozás, akkor egy-egy ilyen találkozás nem feltétlenül nehézség és lehúzó erő, és nem áll be ez a ja Istenem, már megint mit adott az életérzés, hanem inkább arról szól, hogy megemel minket, segít megemelni minket, és érték. Tudom, hogy erről a témáról még rengeteget lehetne beszélni. Én most első körben ennyit mondanék.
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, kíváncsi vagyok arra, hogy nektek esetleg milyen megéléseitek vannak. Nyugodtan írjatok nekünk ezzel kapcsolatban, és ha úgy érzitek, hogy a mi gyakorlatainkon és a mi eszközeinken keresztül gondoltok fejlődni, és gondoltok magatokon, akár a karmikus kapcsolataitokon dolgozni, akkor várom benneteket szeretettel.